Az Ad Hoc Team akusztikus koncertjével kezdődött a legújabb kiállítás megnyitója Nyíregyházán az Alvégesi Művelődési Házban. Ezúttal egy amatőr festőművész, Hegedűsné Erzsó mutatja meg tehetségét. Autodidakta módon tanult festeni különböző videók segítségével, így a 3x3-as miniatűrök után ma már egy 20x2 méteres vásznon folynak össze a színek. Akrilfestékkel dolgozom, stencileket használok a mandalákhoz, és különböző gresókat, amik 3D-s ben megemeli a képeknek a struktúráját, és ezáltal, ha megérintik, akkor is lehet a mandalákat érezni. Nem csak látni, hanem érezni, megfogni a térben. Mindegyik lakkozva van, így hogy nyugodtan lehet a gyerekek akár kezibe is adni, hogy azok hozzáéresenek, vagy akár a bakok is megfoghassák, és érezzik rajta, láthatják a mandalákat, kitapinthatják rajta. Az egy-egy képhez szükséges inspirációs gondolatok napközben születnek meg, de sokszor végeredményként valami teljesen más lesz. Hiszen a gondolatok és érzések folyamatosan változnak. Így van, hogy egy-egy kép csak hosszú napok múlva válik befejezetté. Így készült el az Apró Örömök címet kapott festmény. Én azt gondolom, hogy egy napban ez mind benne van, hogy például nem lehet azt mondani, hogy egy nap fekete. Ha reggel fölkelünk, lehet, hogy még szomorkás, de lehet, hogy délre ér egy csoda, vagy csak egy mosoly, vagy egy kedvesség, és akkor ez úgy benne van az egész életemben, hogy mindig vannak rosszabb pillanatok, jobb pillanatok, és ezek úgy mindig derűre vidítanak, és így tovább is tudom adni. Úgyhogy ezt így nekem itt egybe van. Egy kollégája kiállítása inspirálta Erzsót arra, hogy maga is megmutassa a nagy közönségnek alkotásait. A Színvarázs című kiállítás május 13-áig ingyenesen megtekinthető Nyíregyházán az Alvégesi Művelődési Házban.